Páger Anita tájföldi műtétének 16 millió dináros keretösszegéből eddig 37%-ot sikerült összegyűjteni a jó akaratú embereknek köszönhetően. Az entai jótékonysági futáshoz több cég, civil és sportszervezet, valamint magánszemély is csatlakozott. Annak érdekében, hogy a tragikus balesetet szenvedő Anitát mielőbb megműthessék. Mi ezen a rendezvényen a céggel képviseltetjük magunkat, több munkatársunk részt vesz ezen a futáson, ugyanis maga a cég is fontosnak tartja azt, hogy a társadalmi szerepvállalást egyre jobban erősítsük a mai világban. Tudnájuk támogatni abban, hogy újra tudjon járni. A Csókai Karate Klub nevében jöttünk pár versenytársammal. Igazából, mivel nekünk fontos a sport, ezért ez a kis futás... Hát nekünk igazából semmi, de egy lánynak viszont sokat segíthetünk ezzel az egésszel, hogy itt részt veszünk. Anita 5 éve jár a mostani esemény szervező Medica Netter rehabilitációs központba, ahol sikerült a szakembereknek elérniük némi javulást. Önálló lépéseket azonban még nem tud megtenni. Eljöttünk már arra a szintre, hogy nem tudunk tovább haladni vele, tehát elértük a maximumot, és akkor megtudtuk, hogy létezik Tájföldön egy olyan műtét, aminek egy epidurális stimulátor behelyezésével tudna olyan impulzusokat generálni a gerincvelői közvetítésen keresztül, aminek segítségével ő újra tudna járni önállóan. Az eseményt, amelyre maga Páger Anita is kilátogatott, hatalmas érdeklődés övezte. Elképesztő ereje van a közösségnek, ez most is látszik itt mögöttem. Nagyon hálás vagyok minden egyes jelenlevőnek, jelenleg 37%-nál tartunk, úgyhogy még elég messze van a cél, de azt meg tudom ígérni, hogy addig nem állok meg, amíg el nem érem a kitűzött célt, ez pedig az önálló élet. Az entai eseményt azért is szervezték, hogy felhívják a többi ember figyelmét is a segítségnyújtásra.